kísérletünk címe a kőolaj szennyeződés. A napjainkban a kőolaj kitermelő országok a világgazdaság élvonalában vannak, hiszen a kőolajnak óriási a gazdasági jelentősége, energiahordozóként, vegyipari nyersanyagként egyaránt felhasználható, így egyre nagyobb mennyiségben kerül a világpiacra. Újabb területek kerülnek kitermelés alá, többek között tengeri fúrótornyokon is a felszínre hozhatják, illetve a szállításban nagy jelentősége van az olajszállító tankereknek. Mind a kettő, mind a kőolajfúrótornyok, mind pedig a tankereknek a szállítása szennyeződésekkel jár a tengerekre. A kísérletünkben 4 petri csészébe vizet fogok tenni, ami ugye a tengervizet fogja szimbolizálni, és mind a 4 petri csészében létrehozok egy kis kőolaj szennyeződést, úgy, hogy rácseppentek egy kis étolajat, és különböző módon fogom ezeket eltüntetni. Tehát mindegyik petri csészében van víz, és ezekre cseppentek olajat, vagyis szimbolizálom az olajszennyeződést. Mivel az olajnak a sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért ugye a víz felszínén gyűlik össze. És ezáltal elzárja a levegőt a vízben lévő élőlényektől, így a vízi élővilág pusztulását okozza. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy eltüntessük ezt a szennyeződést. Az első eltüntetési mód, hogy meggyújtom. Tehát elégetjük a kőolajat, illetve az olajat. Meggyulladt. De ez természetesen mégsem nem megoldás, mert az elégett olaj az a levegőbe kerülve, ahogy a levegő szén-dioxid szintjét fogja emelni, és így nem oldottuk meg csak a víznek a kőolaj problémáját. Eltüntethetjük a kőolajat úgy is, hogy homokot szórunk rá, de ekkor ugye a homok megköti a kőolajat, és le fog süllyedni a víz aljára, tehát tulajdonképpen magát a kőolajszennyeződést nem szüntetem meg, csak a helyét fogom megváltoztatni, a tenger felszínéről átkerül a tenger mélyébe. Tehát látjuk, hogy az a olajos homok ott található. Eltünthetem úgy is, hogy valamilyen olajmegkötő anyagot teszünk rá, itt most a mi esetünkben vatta csomóval gyűjtöm össze az olajszennyeződés, de természetesen itt is csak a helyét változtatom meg, hiszen a vízről átkerül a vatta csomóra az olaj, és utána ezt nekem mégiscsak el kell majd tüntetni. És a harmadik vagy negyedik módszer pedig, hogy ilyen óriási kötelekkel megpróbálják kihúzni a partra a nyílt víz felszínről, és igaz, hogy itt is csak a helyét változtatom meg, tehát látom, hogy elmozdítom a nyílt vízről, és a partvonalra húzom ki, és itt majd a partvonalon fog óriási pusztítást végezni a tengerparti élővilág esetében.